Nagy szeretettel köszöntök Önöket, akik a négy napos ünneplős, a húsvét vasárnap délutánra minket választottak. Műsorunk címe Hegy és barátai, az a bizonyos Eszterházi kör, illetve Bach, ugye az Eszterházi kör elsősorban, akik a legnagyobb magyar mecénás, pompakedvelő Eszterházi Miklós udvarában ígértek, dolgoztak, komponáltak neki erre a különleges hangszerre. De akkor rögtön az elejére, tehát ez egy bariton gamba, ugye látják a műsoron, ezt Y-nal írják. A gamba család a középkortól kezdve a lábtartású violák családja volt. Kétféle, ugye szintén viola névvel illetett hangszerzat, az egyik a braccio, a kar, illetve váltartású, ebből aztán németre keresztül a rosszul magyarított brácsa vagy mélyhegedű, míg a másik a knigelje vagy tért hegedű, ugye ez a viola a gambák családja, a legkisebb szoprán, mint a furujánál, a legnagyobb pedig a nagy bőgő, ami ebben a családba tartozik. Amit tudni kell róla, hogy ez egy olyan különleges jószág és eszköz, ami nem csak egy tenor basszus viola gamba összes tulajdonságaival ír, hanem hátul még 10.000 más. Utána már szívesen oda visszatok, igen. Mert utána meg lehet nézni, le lehet nézni. Tehát itt van 10.000 más illetve pengethető úr. Semmi baj, közel többet lát az ember, és ezek a kukorok folytában zengenek, ez adja ezt a nazrán és kicsit felhangulós, különleges hangzását, és ebbe szeretett bele a herceg, akinek 1750-ben három darab ilyen hangzát építettek, ebből egy ma is a Nemzeti Múzeumban van, egy az Instrumentum, a Kusszus, tehát a Kusszus Múzeum bécsi gyűjteményében, tehát a hangszer gyűjteményben. Egy meg elveszett felhatott, ugye, amikor az Eszterházi ugye kiszabadult, és mindent átadva elmentek őt. Ez a hangszer kópia 74-ben készült, tehát egy fontos másolat, amiről a mester azt mondta, hogy a megszólalás hasonlít az eredetihez, majd ezt gyorsan visszavonta. Nem, utána is, sőt, jobban már. Na most ez azért érdekes, hogy ebben utazunk, tehát elrepültünk innen március elején mínusz akárhányba, és megjöttünk másnap hajnalban Mumbaiba 42 fokba is pártalan. Na most ez bírja. A régi hangszerek, speciális eljárások, a régi hangszerek természetesen erre nem képesek. Eszterházi Miklós, aki de Prachtlieben, de tehát a pompakedvelő magyarra fordítós, ő régies elnevezésben pompakedvező Eszterházi Miklós volt, ugye, maga köré gyűjtötte a kor legjobb muzsikusai, már aki hajlandó volt, mert egy Beethoven vagy egy Mozart szabad volt, sőt ő műves. Ugye nem volt a hajlandó hely, viszont elment hozzá, több mint 30 évig állt a szolgálatában, és hát erről majd különböző történetek lesznek még. Az alap összeállítás, ugye a herceg játszott ezt a hangszert, ugye a bariton gambát, és a zenekarnak úgy kiemelkedő muzsikusok szólistája, a cselló, illetve a brácsak szólalnak. Most egy ilyet hallottak, ugye Haydntől. Tehát azt mondtuk, hogy Haydn és barátai, Haydn nagy tiszteleje volt Bachnak, Johann Sebastian Bachnak, ugye, aki mindig aktuális, nagyon sokan mondták, Albert Schweitzernek tulajdonképpen, de átkodott már sokkal előtte, hogy man sollte ihn mehr nicht Bach nennen, tehát hogy tengernek kéne hívni, és nem patoknak. Talán magam, akik emlékeznek arra, az én ifjúkoromban, tehát amikor én a zenével kezdtem foglalkozni és tanulni, akkor lefordították a neveket. Ő úgy szólt, hogy Patak János Sebestyén. De Mendel fia Bartoldy Félix is illetve, ezekkel el lehetne játszani, csak akkor kevesebb a zenéhez, amit szeretné. És akkor jöjjön egy Bach méghozzá a Máté Passióktól. Végül, hogy most húsvét időben vagyunk, de már feltámadás után ugye, a Passió pedig nagy péntek történetét hozza föl, illetve arról, arról írt a Bach, mert csak szemben előre számít.
És akkor a Máté passió volt, ahol ugyanúgy ugye vérez Jézus tömis koronájára, illetve az ostorcsapások nyomán, és aki ezt előadja, az Cserepjei Andrea művésznő, és mondom, a háziak mindannyian ismerik ide, ami Viziák Dóringa, aki hát itt igazából házigazda. Fél évvel Marcsival együtt, akik már annak idején átalakult az akadémia, hogy a fennállamban az főiskolát. Ugye a világ kicsi, sok-sok év után találkozunk. Jó, úgyhogy akkor Cserepjei Andrea művésznő. Thank you.
Tehát, hogyha majd utána ötletlen legyen még, akkor le is lehet fényképezni, ez ugyanis a kézirat. Egészen másképp játszik bármilyen muzsikus, amikor azt látja, hogy ez 1765-ben milyen módon van benne hibák, átírások, nem volt kompjúter, nem volt programíró, nem volt, tehát rendkívül érdekes, és hát van egy hát különleges érzés az emberben, hogy fogom a kéziratot, az eredet természetesen szkópia az eredeti, az rendkívül körülményesen és nehezen jutott hozzánk, ugyanis ez a Holstein, ez csehista volt, meg gombás. Korábban a birkóza, akit a hercegi udvari zenekarban, nem tudom, 10 évig alkalmazott a herceg, és aztán nem egészen békésen váltak el, ennek oka egy udvari szopranista, szopranistának a legnagyobb az ilyesmi. Ugye, Hegyről köztük a második szeretőknek volt a házasságon ért, talán el lehet annyit megkálni, hogy udvarolt Landstraßén egy ottani tercsel gyönyörű lányának. Nagy volt a szerelem, minden nem vehette el, mert volt még egy idősebb lány, és a papa végzősi kéze akkus kikényszerítette, és hát boldogtalanul ő maga azt mondja, hogy ma talanul élt ebben a házasságban, de hát azért, hogy mondjam, vigasztalott a másik valakik egyben. Na most ez a Holsteiner, ez menekülni volt kénytelen, ez a Kotta a Stockholmi Királyi Akadémiáról hosszú évek után egy koncert tudni került a birtokunkba, ugyanis elvitte az egész utazóvágyát, az egész zongorányi, vagy majdnem ekkora, és a Kottákat is. Amit még el kell mondani róla, hogy az utolsó tétel, az a bizonyos dolgórépátmi, vagy valójában a harmadik tétel, az a Mozart Jupiter szimfóniának az utolsó tétel témája. Ott C-dúrban van, itt a hangszert, illetve a hangszerhangolás miatt, ugye D-dúrban, és közel 20 évvel, éppen 20 évvel korábbi, mint Mozart. Tehát Mozart nem mestert a nagy témához, a nagy mesterhez odaülni, átdolgozni, költözni, szóval az éppen csak egy zenekar művetlétet író művől. Úgyhogy ezért különösen a harmadik tétel, az áttétel az érdekes. És hát rengeteg benne az, tehát nem csak rázadás, hanem hát a bennyedős ugrok is bőven. Thank you.
királyi uralkodó után, tehát a legtöbb hat úr is, és amire a műsorba került, ugye ez a bizonyos Harmonia Celestis, ami annyit jelent, hogy a német körülött Himsang-min, magyarul így harmóniák, ezek latin nyelvű egyházi Mária, illetve Jézus dicsőítő dalok, 55 darab van belőle, és ez az egyetlen fennmaradt magyar nyomtatásban megjelent barokk mű, illetve csoport. Ugye a történelem török, második történetet, hogy tudjuk, ez 1711, tehát a teljes, a végleges, az utolsó kiadása az 1711-ben Bécsben nyomtatásban jelent meg. Semmilyen más magyar, illetve magyar vonatkozású lejegyzett, nyomtatott, kiadott zenénk nincsen. Ugye ez a történelemre vezethető vissza. És akkor ebből fog most két dalt előadni nekünk, Cserkei Andrea.
talán az egyik legnagyobb virtuóza hangszernek, igen dús ornamentikájú és variációs technikát használ, tehát egy adott témát nagyon sokféle színben, köntösben földolgoz, bemutat, és rendkívül gazdag a pengetős blokk használatával. És ugye az elején, vagy ugye, mikor megmutattam, hogy ezek egyfolytában zengenek, és hát a bal kész hüvelykujjával, ami ugye vele van építve, mert nem tudom nézni a kontra leírását, ugye, egyfolytában pengetni kell. Tehát a dal elmegy egyszerűen mondott fölül a gambán vonóval, és utána a hátul pengetve. Nagyon sötét van, oda lehet látni. Jó. Tessék, nyugodtan kérdezni, ez annyira finom és családos kamarzenés között, és ha valami kérdésük van, akár most, akár a későbbiek folyamán, igyekszünk rá válaszolni, mert már olyan is volt, hogy mi tudtuk meg valami érdekeset a közösségből.